Egy nagyszabású rendezvényre készülnek, hogyan sikerül ennek a megvalósítása? Hát először is szeretnénk felharangozni az első Kárpát-medencei Csóri Sándor Népművészeti Fesztivált. Erről a fesztiválról annyit tudni kell, hogy most már 5 éve, hogy folyamatosan biztosítják számukra a Csóri Sándor programon keresztül a támogatást, melynek köszönhetően a folklór, nem csak a néptánc, velünk karöltve a népzenészek és hát ugye a kézművesek is egy bizonyos magasfokú fejlődési stádiumban vannak. És ezt szeretnénk, illetve hát a fesztivál szervezői, a Martin Szövetség, illetve hát a források biztosítói szeretnék rajtunk keresztül tolmácsolni, megmutatni az érdeklődők, illetve a kíváncsiskorok számára, hogy mit sikerült ez alatt az 5 év alatt elérni, milyen fejlettség szintre juthattak el az ezzel foglalkozó együttesek, csoportok, közösségek. Milyen szerepe lesz önöknek ezen a fesztiválon? Ahogy Norbi is említette, a Csóri Sándor alap pályázatai biztosítják évek óta már a folklor vonalnak is azt a pályázati támogatást, amiből ugye az ifjúságot tudják nevelni, illetve különböző rendezvényeket megrendezni. 2018-tól a tárgyalkotó népművészettel foglalkozó egyesületek is pályázati lehetőséget kaptak a Csóri Sándor alapprogramba. Így az Zala megyében működő egyik legnagyobb népművészeti egyesület, ugye az Zala megyei népművészeti egyesület nevében jövünk és veszünk részt a Csóri Sándor programon, ezen az első Kárpát-medencei fesztiválon, hiszen mi is olyan pályázati támogatásokat kapunk ebből a pályázatból, amiből műhelyeket tudunk kialakítani, mi is a tárgyalkotó népművészet vonal az ifjúságot neveljük. Ezen a rendezvényen szeretnék bemutatni azt a projektünket, amit a fonó és gyapjúfeldolgozó népművészeink hoztak, vagy hívtak életre, amivel már nívós díjakat is nyertek országos rendezvényeken, így a közönség megismerkedett a gyapjúfeldolgozás folyamataival, a különböző eszközökön végzett fonási technikákat láthatják, illetve a növényi festés rejtelmeiben is bepillantást nyerhetnek, illetve emellett a Zala megyei hímzés motivumok kerülnek bemutatásra a mesterségben mutató keretében. Hímzésből és szövésből lesz felnőtteknek is, illetve gyerekeknek foglalkozás tartása, és szeretnénk ezzel reprezentálni azt, amit ma Zala megyében a tárgyalkotó kultúra próbál a nagy közönség elé vinni, újra tanítani azokat a régi népi mesterségeket, amiknek volt előzménye és élete itt Zala megyében, még annak idén a paraszti társadalomban. Mi várható akkor a táncosok részéről? Hát egy nagyon szép programot próbálunk reprezentálni mindenkinek, aki érdeklődik, szeretettel várunk egyébként mindenkit. Már délelőtt reggel 10 órakor egy ökumenikus istentisztelettel indul a program. A tisztelet után, Isten tisztelet után, templom előtt egy táncra invitáljuk a megérkező együtteseket, csoportokat, illetve hát a nézelődőket és a vendégeket is. Majd egy rögtönzött felvonulással megmutatjuk, hogy milyen szép is a népviseletünk, meg hát a zenénk, mert ez egy zenés felvonulás lesz. Majd elérkezve a helyszínre, a helyszíne itt a templom tér lesz, a Művelődésház és a templom közötti tér. A helyszínen nagyon sok közös tánc és program várja az érdeklődőket. Kapásból 12-kor délben lesz egy központilag meghatározott ünnepélyes megnyitó ceremónia, melyben elhangzik majd egy Csóri Sándor vers, névadónak a verse. Lesz közös tánc, illetve lesz közös éneklés és közös zenélés. A délután folyamán pedig meginvitálunk minden együttest, akik részt vesznek a fesztiválunkon, hogy saját programjukat mutassák be, és vegyenek részt azokon a közös, idézőjelesen flashmob-szerű közös táncolásokon, rögtönzött szabad táncolásokon, amelyeket próbálunk reprezentálni mindenkinek. Este 5 órakor, illetve 6 óra között pedig egy gála műsorra várunk mindenkit, ahol a résztvevő együttesek sorban bemutathatják tudásukat. És természetesen nem csak az együttesek, tehát itt a népzenészeket beleértve, hanem a megyében alkotó, dolgozó, kézművesek, kézműves műhelyek is eljöttek, eljönnek hozzánk, és ők is megmutatják, hogy mit is csinálunk, mivel foglalkozunk, illetve ők is mivel foglalkoznak.